És úgy gondoltuk, hogy ezt a órajárásának megfelelően kell olvasni a képeket, ugye itt a történetet, meg amit önök elé tártunk ezt is, és befejezésképpen az egy kicsit úgy mondom, hogy nem dobja fel annyira az embert, egy pár cipővel, talán egy szatyor cipővel, egy marék homokkal, egy emberöltőt, egy életutat ki lehet fejezni. Ez elég megdöbbentő, és drámai is lehet, de ez a valóság. Tehát a baba kis cipéjétől kezdve ott vannak a 40-valahányos cipők, rárakva a posztanánsekre, egy némelyik lepotyogva, mert hát nem megy mindenki végig ezen az úton, vannak akik lemaradnak, eltávolodnak tőlünk, vagy egyéb dolog szólítja el őket a földi valóból. És a legutolsó képen még egy mezítlábas lábnyom látszik a homokban, egy csigával, és a következő dobozban pedig már csak a csiga van, ahogy az idő a lábnyomot elmossa, és ez ennyi marad belőlünk. De reméljük, hogy így az alkotások által, meg a humorunk által egy kicsit több. Sokkal. Arra szeretném megkérni mindenkit, mert hogy ne húzzuk az időt tovább, és mindenki átadhassa magát az élménynek, hogy a kiállítás megtekintése után ott a bejárat mellett van egy vendégkönyv, amiben nagyon örülne Alexandra és Laci, hogyha mindenki beírna, illetve mindenki vegyen magának egy idővel kapcsolatos idézetet az asztalra készítette, amit azt gondolom mindenki érdekesnek fog találni, nem sorshúzás szerűen, de mindenki fog olyat találni, ami rá vonatkozik. Ez nagy süti. És az asztalon vendéglátóink mindenkit szívesen várnak egy pohár borral, amit a kiállítás megtekintése közben fogyasszanak jó egészséggel. És most pedig egy olyan dolgot szeretnék felvezetni, hogy Orbán tanár úr nem lehet itt velünk, de azt gondoltuk, hogy